fizika egyik nagy hercege, királya tartozott. Azt hiszem, hogy ha Ötvös Loránd néhány évvel tovább élt volna, eredményei feltétlenül Nobel-díjjá váltak volna. Két ok miatt is. Egyrészt maradandót alkotott a tudományban, másrészt innovációs tevékenysége is nyomot hagyott, nem csak Magyarországon, hanem az egész világon. Ugye ő nem a gravitációval kezdett foglalkozni, hanem először a folyadékok felületi feszültségeit tanulmányozta. Később derül ki, hogy a biológia enélkül nem lenne az, ami, hiszen a növények, a vizet ennek segítségével szívják fel a talajból. Később tért át a gravitációra, és az akadémia elnökeként is ennek szakmai, tehát fizikai és alkalmazásra orientált tevékenységével is foglalkozott. Ugye az ötvös ingák segítségével sikerült nagy pontossággal, majdnem egy milliomodnyi pontosságával a tehetetlen és gravitációs tömeg azonosságát kimutatnia. Később ugyanők ezt megtették munkatársaival egy a Göttingeni Egyetem által meghirdetett versenyre, amelyben az volt a tét, hogy kísérletileg kimutatni a két tömeg azonosságát. Ezt a versenyt ők nyerték meg 2009-ben, mégpedig egy nagyságrenddel pontosabban megmérve ezt az azonosságot, mint ahogy azt az előző mérésekkel tették. Azóta is csak két nagyságrendre sikerült ezzel nyújtani. Ez az egyik oldala. A másik oldala, és ezért különösen örülök, hogy az Innovációs Minisztérium ezt a témát magáévá tette és finanszírozza, reményeink szerint, hiszen az ötvös ingát, ötvös a gravitációs anomáliák kimutatása segítségével kőolajkutatása és más geodéziai kutatásokra is alkalmazta. Gondolom, hogy ez az a másik tényező, amire emlékeznünk kell, és örülök, hogy ilyen sokan hallgathatnak most előadásokat ezekről a témákról, és mindenkinek azt kívánom, hogy abból a tapasztalatból, amit ötvös munkájából a múltból meríthetünk, a jövő tevékenységünkről is muníciót szerezünk magunknak. Úgy érzem, hogy erre szükség van, de lehetőség is, és ez mindenkinek jó munkát kívánok. Köszönöm, hogy eljöttek.